Most, mivel hogy jön a tavasz, újra elkezdünk olyan dolgokkal foglalkozni, amik ugye kint érdekesek. Mint például a kinti zenehallgatás, sport vagy más mozgás közbeni zenehallgatás, amiket mi nem csinálunk, persze csak viccelek, mert nekünk is fontosak, és a többi. Ezek a kényelmét egyébként a technológia az elmúlt években nagyon durván szolgálta. Biztosan emlékeztek, mi is nagyon sok külső hangszorót, különböző fajta fülhallgatókat teszteltünk az elmúlt években, amik egyre jobban arra próbáltak fókuszálni, hogy hogyan szolgálják azt a kényelmet, amit használat közben igénylünk ilyen mozgás közben, vagy mondjuk kint a szabadban, nem pedig elsősorban azt, hogy milyen hangminőségre törekszünk, tehát inkább ebben próbáltak erősíteni. Természetesen a dolog velejárója az, hogy azok a gyártók is beszálltak ebbe a bizniszbe, akik már sokkal komolyabb hangminőséget tudnak produkálni, mint az egész egyszerű gyártók, vagy mondjuk a startupok. Így azt láttuk, hogy ahogy elkezdtek megjelenni a különböző megoldások, gondolok itt például a bluetoothos külső hangszórókra, a vezeték nélküli fejhallgatókra, a vezeték nélküli fülhallgatókra és a teljes vezeték nélküli fülhallgatókra, amiknél ugye még a bal és a jobb fülhallgató sincsen kábellel összekötve. Ilyenből is teszteltünk jó néhányat már, és egyébként a közeljövőben fogunk is tesztelni, hiszen ebben az időszakban ezek a termékek nagyon népszerűek. Biztosan emlékeztek rá, hogy teszteltük korábban a Beoplay E8 vezeték nélküli fülhallgatót. Ezt mindig elrontom, hogy fül vagy fejhallgató, de ez egy fülhallgató, aminek ugye megnéztük a tesztjében, hogy nagyjából hogyan szól a fejhallgató, mennyire vagyunk elégedettek vele, milyen üzemideje van, milyen csatlakoztatással bír, hogy mennyire minőségi a kidolgozása, az egész dizájnolása, a funkciói, illetve, hogy egy nagyon elegáns kis börtökot kaptunk hozzá, amivel ugye egyszerre tölteni is tudjuk. Ezzel kapcsolatban megvoltak akkoriban a kritikáink, illetve megvoltak azok a dolgok is, amikkel elégedettek voltunk. Most viszont eljött az idő, hiszen már ilyeneket is mondhatunk, hogy ilyen follow-up videókat csinálunk a Tech csatornára, mert már olyan régóta létezik, hogy megérkezett időközben a 2.0-as változat, tehát továbbfejlesztették ezt az eszközt, megnézzük, hogy dizájnban, tudásban, technológiában milyen különbségek vannak közte, illetve ki is bontjuk, és kicsomagolás közben megpróbáljuk az élményt is összehasonlítani. Ha valaki esetleg annyira kíváncsi, hogy nem elég neki az, amit mondok, hanem látni akarja a különbséget a kettő között pontosan, annak a leírásban, vagy az i-betűnél, vagy valahol ott lesz az előző videó. De most nézzük, milyen a Beoplay E8 2.0. Ahogy látjátok, a dobozban nem igazán van különbség. Néhány dologban látunk különbséget első körben, például az, hogy mondjuk a régi modellnél, amíg itt ilyen fa hátteret használtak, itt most egy ilyen szürke, teljesen hideg színű dolgot látunk. Ez dizájnolás szintjén valószínűleg amiatt van, mert itt látjuk, hogy ilyen leszálcsiszolt fémrészeket is használ a termék, és hogy ehhez jobban passzolnak színben. Ezek csak ilyen gondolatok, hogy nagyjából mi lehetett mögötte. Amit látunk külsőre az az, hogy a fülhallgatók, tehát maguk az egységek, amik a fülünkbe mennek, azok nagyon-nagyon hasonlóak, viszont a tok egészen más formájú, illetve más dizájnolású, de ezt majd akkor megnézzük, amikor kibontjuk. Ha valakinek kérdés lenne egyébként, igen, csak ad VR sós kés, ad ki hangot, mikor vágsz. Na jó. Ez egy rituális, látszok, ez egy rituális. Ugyanúgy csúszik a doboz felülről lefelé, és ebben sincsen olyan nagyon komoly vákum, mint az előző verziónál. És az elrendezés is teljesen hasonló, sőt, majd, hogy nem megegyezik. Itt látjátok, hogy mit látunk akkor, amikor levesszük a felső részt. Itt ugye ugyanez a nagyon stílusos, szivacsos, fekete felső látható, mint az előzőnél, szerintem egyébként a tető elem a nyomtatáson kívül ugyanaz a fajta, mint az előzőnél volt. Itt már is látjuk, hogy a tok maga jóval nagyobb, így puffanságra, illetve nem olyan ovális, viszont látjuk, hogy ez a fém kis díszcsík, ez itt megjelent, ami az előzőnél nem volt meg. Ez belülről viszont teljesen hasonló, tehát ide illeszkednek be a fülhallgatók, illetve itt is egy ilyen szárcsiszolt fém van. A legalapvetőbb dolog, ami az egyetlen egy fő problémám volt az E8-as termékkel, ami úgy néz ki, hogy meghallatszott, az az, hogy USB, tehát micro-USB csatlakozóval tudtuk tölteni a tokot. És azt mondtam, hogy hogy lehet 2018-ban micro-USB-vel tölteni egy ilyen eszközt? Hogy lehet, hogy nem USB-C? Meghallgattattunk USB-C. Fast charging. Szóval most már gyorsan tudjuk tölteni USB-C-vel, mivel ugye már nagyon sok mindenkinek a legtöbb eszköze USB-C, így akár van, hogy elég egy töltővel járkálunk, és mindent tudunk vele tölteni. Most már ez is megkapta ezt a töltést, és azt a gyors töltési folyamatot. Szóval, ha ezt nem láttam volna, amikor kibontom egyből a terméket, ezt akartam először megnézni, akkor nagyon mérges lettem volna, de teljtalálat, úgyhogy erre nagyon nagy szükség volt. A két füles rész,
egyáltalán nem különbözik attól, ami az előző termékben volt, tehát teljesen hasonló az egész design, ami a terméken van, és ugyanolyan szálcsiszolt a BO gomb felülete körben, mint az előzőnél, és ugyanúgy is néz ki, ugyanaz a mérete, de mindjárt kipróbálom összehasonlítom őket egymás mellett, de én úgy látom, hogy méretben egyáltalán nem változott, viszont odabent annál inkább. Na nézzük, mit jelent még a doboz, miután kivettük a két kis fülest. Ebben mindig a standard gumiharang van, ami így ez a közepes méret, de ez nem mindenkinek megfelelő, úgyhogy nyilván fogunk benne találni más méretűeket is, és igen, így van. Itt van benne még, azt mondja, hogy egy, kettő, még három méret van. Kettő kisebb és egy nagyobb méret, mint az alapverzió, illetve van ez a memória szivacsos fülzsírmágnes cucc is, ami olyan embereknek való, akik ezt szeretik, úgyhogy arra is van opció benne, nem kell után gyártottat venni, ez mind benne van a zacskóban. Ezen kívül egy USB-C kábel is van benne, ami természetesen egy BO USB-C kábel, nagyon dizájnos, semmi túlzás, nekem nagyon tetszik, és így nyilván ezt is fel tudjátok használni bármilyen más eszközhez is, hogyha mondjuk ezt a kábelt szeretnétek használni. Ezen kívül van egy használatosítás benne, és egy neld meg szilika. Szóval úgy láttam jónak, hogy inkább tegyük egymás mellé a kettőt, és így még jobban látszani fog a különbség. Tehát, amit említettem, azt látjátok, hogy egy picit robasztusabb, egy nagyon picit a tok kialakítása ugye az új 2.0-as verziónak, illetve hogy ezt a szálcsiszolt alumínium felületet megkapta itt még mindig műanyag. Ha megpróbáljuk összehasonlítani a két füles részt, akkor tökéletesen látjátok. Itt meg is tudjátok nézni, hogy tulajdonképpen tökéletesen megegyezik a kettő, mind dizájnban, mind szögekben, méretben, az égvilágon, mindenben pontosan ugyanolyanok, és a súlyuk is ugyanolyan. És remélem, hogy tudom, melyik. A francba. Szerintem ez. További különbségek, még két dolog, amit hirtelen nem is vettem észre első körben, az az, hogy ez a kis izé, ez a kis fogantyúka a kis tokhoz, ez ugye az előző verziónál ott volt, itt viszont már nincsen meg, tehát ennek a verziónak nincsen ilyen eleme, amivel szerintem semmi gond nincs, és nekem nem is hiányzik. Nagyon fontos különbség a két töltőtok között, azon kívül, hogy az egyik USB 2.0-as, a másik USB-C, és az, hogy az új verzió vezeték nélkül is tölthető, tehát ha van vezeték nélküli töltünk, akkor ezt a tokot fel lehet azzal is tölteni. Ez még egy nagyon-nagyon-nagyon pici különbség, hogy csak egy pici LED pötty volt itt elől, ami mutatta nekünk a töltöttségjelzést, illetve az, hogy töltődik-e, és itt a kis nyitónál itt látszott, hogy villog vagy sem. Az új verziónál már egy sokkal hosszabb kis ledecske van, és itt egy ilyen komolyabb bevágás van, ahol ki tudjuk nyitni, úgyhogy sokkal jobban látszik, hogy éppen töltődik-e vagy sem, de nyilván az előzővel sem volt semmi probléma. Háromszor képes teljesen feltölteni a kis fülhallgatót a tok, és ugye az egységenként azt fogja mutatni, hogy éppen hanyadiknál járunk. Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy ennek a hátulján is volt az előző videót, ha megnézitek, ugyanolyan, de itt kettő LED pöttyöt látunk hátul, nem pedig hármat, ez csak kétszer tudta feltölteni a fülhallgatókat. Így, mivel hogy ugye egyel több töltés van a tokban, így ugye alapvetően ez a füles is 4 órát bír töltődés nélkül, de míg a régi 4 órát bírt, plusz kétszer fel tudtuk tölteni, ami 2x4, 8, meg a 4, az 12 órát tudtunk vele üzemelni. Most a 4 óra mellé 3x4 töltést kapunk, ami 12, meg 4, az 16, tehát a korábbi 12 helyett 16 óra üzemidőnk van. Na? Durva mi? Plusz az egészet sokkal gyorsabban tudjuk feltölteni, és akár vezeték nélkül is tudjuk tölteni. Tehát valóban én is úgy érzem ezen a terméken, hogy ez a termék egy igazi 2.0. Azért, mert a hangzásvilág ugyanolyan Bang & Olufsen minőség, mint korábban láthattuk, ami egy egészen kivételes a vezeték nélküli fülhallgatóknál. A kényelmi része az, hogy hogyan tudjuk behelyezni azt, hogy milyen jól tartja magát az ember fülében, ugyanolyan, hiszen a dizájn is teljes mértékig ugyanolyan, viszont 2.0, tehát egy ránc felvarrott verzió, hiszen minden olyan dolog, amit tulajdonképpen az előző tech videóban elmondtam erről a termékről, hogy szeretném, hogyha USB-C-vel töltődne, szeretném, hogyha gyorsabban tudna töltődni, hogy szeretnénk, hogyha többször tudná feltölteni az egységet, mondjuk a dizájnnal éppen nem volt bejön, de az is kapott ráncszavarás, ezt mind-mind kijavították a termékkel kapcsolatban, és egy sokkal jobb, abszolút superior fülest kaptunk meg az előző verzióhoz képest. Hogyan lehet ezt az egészet összefoglalni? Hova lehet fejleszteni még egy vezeték nélküli fülest? Egyetlen egy dolog maradt meg, csak azért, mert halálra dicsérni utálok egy terméket.
valami kis hátulütője mindegyiknek kell legyen, és egy dolog viszont nem változott meg, ami az én véleményem szerint nem válók abszolút, és az előzőnél is elmondtam, és most is elmondom. Szerintem ez a dizájn egy picit még mindig vaskosabb, mint amit én szeretnék látni, de mondom még egyszer, ez ízlés kérdése, és ne a súlyra gondoljatok. A Bauernak sikerült kijavítani az E8-as terméknek nem a hibáit, hanem azt, hogy hogyan tud alkalmazkodni ahhoz a technológiai szinthez, ami most 2019-ben abszolút elvárt egy ilyen terméktől, és gyakorlatilag minden pontján sikerült neki. Továbbra is egy rendkívül dizájnos, nagyon-nagyon jó hanggal rendelkező in-ear fülhallgatót látunk, ami teljesen vezeték nélküli, és most már megfelel azoknak a töltési standardoknak, amiknek meg kell feleljen idén. Mit szóltok hozzá? Mi az még, amit szeretnétek változásként látni egy ilyen fülhallgatóban, illetve mi az, amit a jövőre nézve, mondjuk 2020-ban szeretnétek látni egy ilyen termékből? Kommentben jelezzétek, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és legközelebb találkozunk. Szevasztok!